Fél éve vágta le a kezét a villamos a Boráros téren egy fiatalembernek. Sikeres szakács volt a baleset előtt, azonban csonkolt végtaggal már nem tudta ellátni a dolgát. Egy speciális műkés segítene neki, hogy visszakaphassa a munkáját és az életét. Ez azonban nagyon drága. Most gyűjtést szerveztek a férfinak, aki dolgozni szeretne, nem akarja leszázalékoltatni magát 26 évesen. A tavaly júniusi villamosgázolás képei. Gáz Zoltán munkából tartott hazafelé, át akart sietni a Boráros téren a villamos előtt, amikor megbotott és a több tonnás jármű alá került. Hallotta, hogy a villamos csilingel, és látta, hogy el fogja ütni. A férfi érezte az olajszagát, fájt a feje és zsibbadt a keze. Gáz Zoltán már a villamos alatt felfogta, hogy derékba tört az élete. Látta ugyanis, hogy a bal keze szétroncsolódott, a jobbal próbálta elállítani a vérzést. Kórházba kellett lecsonkolni, mert darabokra összeaprította. Gáz Zoltánnak le kellett vágni a bal csuklóját és a jobb kezén három ujját. Ennek ellenére még a kórházban is a szüleire gondolt, ő adott nekik erőt, hogy feldolgozzák a tragédiát. Akkor bejött hozzám a családom elsőre az intenzív osztályra látogatni, akkor arra gondoltam, hogy kell nekik erőt adnom, nekem kell azt, hogy őket tartsam, mert hogy ne essenek össze. A sikeres szakács már a baleset után is arra gondolt, hogyan tudja tovább folytatni a munkáját. Mint mondta, 26 évesen nem szeretne rokkant nyugdíjas lenni, mindenképpen dolgozni szeretne. Ahhoz azonban, hogy szakács lehessen, két kézre van szüksége. Kapcsolatba léptem egy protézisgyártó céggel, és ők javasolták ezt a bionikus protézist, hogy van rá lehetőség, és ezért jó ez a segítség most, mert rengeteg pénzt kell erre kifizetni, hogy használható kezet kapjon az ember. A férfi azt mondja, hogy csak az első részletet nehéz előteremtenie, ami 500 000 forint. Ő azonban ezt nem tudja önerőből előteremteni. Barátai összefogtak és gyűjtést szerveztek a férfinek, aki azt mondta, pár forint adomány is nagy segítség neki abban, hogy visszakaphassa korábbi életét.